Szeretettel köszöntök mindenkit! Az UTE TV videójában ezúttal a karate szakosztálynál vendégeskedünk mellettem, Tahon Róbert szakosztályvezető úr. Robi, légy szíves, néhány szóban mutasd be a szakosztályt. Én elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy hol helyezkedik el a magyar karatén belül, mennyire számít eredményesnek az újpesti szakosztály. Hát azt gondolom, hogy Magyarországon az egyik legeredményesebb szakosztály vagyunk. Ez a szerényebb megfogalmazás. Nyilván, hogyha a hivatalból azt kell mondanom, mint UTE karate, és akkor azt kell mondanom, hogy a legeredményesebb szakosztály vagyunk. Nyilván ez többféle szempont szerint mérhető, de tudok sok olyan szempontot mondani, amelyben biztos, hogy a legeredményesebbek vagyunk. Magyarországon van 2-3 olyan egyesület, ezek közé tartozik az UTE is, amely nemzetközi szinten is a legeredményesebbek közé tartozik. Mióta számít ennyire eredményes szakosztálynak az újpesti? Hát most már több mint 10 éve alakult meg az UTE karate szakosztálya, és gyakorlatilag folyamatos fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Azt mondom, hogy 4-5 évvel ezelőttről datálható már az, amikor a nemzetközi porondon is olyan eredményeket értünk el, amelyekre már felfigyeltek a világ legjobb karate egyesületei is. Számszerűleg körülbelül mennyien vannak az újpesti karatékák? A karate mindig egy olyan sport, amelyet meg kell vizsgálnunk úgy is, hogy kik az élsportolóink, kik a versenyszerű sportolóink, és kik azok, akik hobbiszerűen életmód karaténak szeretjük hívni, tehát életmódszerűen űzik a karatét. Ilyen formában azt mondom, hogy van egy olyan 8-10 élversenyzőnk. A 8-10 élversenyző az a versenyző, aki a világ legmagasabb szintjét képviseli, tehát akiknek világbajnoki, Európa-bajnoki világjátékok helyezései vannak, tehát ők a topot képviselik, a karate topját képviselik. Van egy olyan 80-100 versenyzőnk, akik igazolt versenyzők, ők akik a magyar bajnokságokon indulnak, illetve akik ki tudják vívni a jogot arra a kvalifikációs rendszerbe, hogy a nemzetközi versenyeken induljanak, és ha mindent összevetünk, akkor a különböző életmód karatésok együtt körülbelül 3-400 között mozog az UTE karate létszáma. Mivel lehet ide csalogatni a gyerekeket? Hát én azt gondolom, hogy az első dolog, amit szoktam mondani, hogy a karate az a sport, mint a foci, amit 3-4 éves korban elkezdünk, és 70 éves koronkig, 80 éves koronkig űzhetjük a karatét a saját szintünkön. És ezért szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy nem kell abba hagyni. Elérhetünk topversenyzői szintre, és utána is tudjuk folytatni egész életünkön át. Ez az egyik része. A másik része, amivel csalogatni szeretnénk a szülőket és a leendő sportolókat, hogy bátran merjük mondani, hogy a legmagasabb színvonalat fogjuk adni Magyarországon. Tehát én minden szülőnek meg szoktam ígérni, hogy a gyereke szorgalmától függően a magyar bajnokság első 3 helyezettje lesz. Nem kell nagy varázslat, ha azt az edzésmunkát, azt az edzés minőséget, amit mi adunk, megcsinálja, ott lesz ebben a helyben, és a tehetségétől függően képesek vagyunk a nemzetközi porond legmagasabb szintjére is eljuttatni. És a harmadik rész, amit szoktam mondani, hogy aki pedig nem annyira szereti a küzdelmi részt, azoknak a formagyakorlat pedig egy olyan jellegű mozgáskoordinációt, egy olyan jellegű szellemi és fizikai fejlődést ad, amely szintén egyfajta vonzó ereje lehet a karaténak. Beszéljünk egy picit a topversenyzőkről, ugye aktuális a dolog, hiszen nemrég volt, októberben volt Budapesten világbajnokság, amelyen lett újpesti világbajnokunk, ha jól tudom, illetve több pontszerző is. Hogy értékeled az ő eredményeiket? Hát nagyon pozitívan, ez egy óriási teljesítmény. Tehát a karatéról tudni kell azt, hogy vannak nagyon magas jegyzett országok, így Japánról, Franciaországról, tehát van 3-4 ország, akit karate nemzetnek szokás nevezni, mert rendkívül sok érmet szereznek, viszont közvetlenül ezek után az elmúlt időszakban majdnem mindig az első 10-ben tudott lenni Magyarország azzal, hogy érmeket tudott szerezni, és most igen, az UTE sportolóink is hozzá tudtak járulni nagyban a magyar csapat eredményességéhez, hiszen Kákosi Olivia parakaratéban világbajnoki címet szerzett, immár másodszor az megvédte a korábbi világbajnoki címet. Ezen kívül a lány kümite csapat, az a
világbajnoki 5. helyezést érte, ez is fantasztikus teljesítmény, hiszen a regnáló világbajnokot, az egyiptomi csapatot győzték le ahhoz, hogy éremmeccset vívhassanak. Tehát ez fantasztikus teljesítmény volt. Ebben a csapatban 2 utés versenyző is volt, Molnár Réka és Papp Dorottya. És végül, de nem utolsó sorban, Nagy Botond formagyakorlatban 7. lett. Itt egy több mint 70 fős mezőnyből érte el a 7. helyezést, amely azért is nagyon értékes számunkra, mert férfi formagyakorlatban még soha nem ért el magyar versenyző 7. helyezést, úgyhogy ez mindenféleképpen előremutató a magyar karate számára is, és azt gondolom, hogy Botinak is egy olyan motivációt fog jelenteni, amely a jövő évi versenyekben segíteni fogja a még jobb teljesítmény elérésében. 17 évesen dőlt el végül is, hogy a kata versenyszám felé orientálódok inkább. Ennek volt több oka, sérülések is, és többek között az is, hogy ebben voltam jobb itthon. Ugyanakkor meg egy kihívásnak is éltem meg ezt, hogy a katásoknál még nincsen kitaposott út a világbajnoki érmek felé, úgyhogy valahol ezt egy ilyen küldetésnek is érzem, hogy utat törjek, és a következő generációnak már egy kicsit könnyebb legyen, és tudják azokat a technikai finomságokat, amiket az elmúlt 10-20 évben megtanultam. Az, hogy igazából felnőtt férfi katában elértem a legjobb eredményt, az még nekem nem egy ilyen végcél volt. Én nagyon, most a világbajnokságon nagyon szerettem volna a dobogóra állni, és azt gondolom, hogy jó adag szerencsével ez sikerülhetett is volna. Én azt gondolom, hogy ez teljesen reális, ez a 7. hely, tehát hogy abszolút úgy gondolom, hogy én itt tartok, és most jelen pillanatban ebből a mezőnyben szerintem ez nagyon jó eredmény volt. Továbbiakban én nem szeretnék még kiszállni, még úgy érzem, hogy van bennem 10 év. A céljaim között egyébként egészen egyértelműen az van, hogy a top 10-be kerülni a világon, és odaérni Európa bajnoki dobogóra és világbajnoki dobogóra. Sikerült most, ez az év, ez tényleg egy csoda volt igazából számomra, mert idén értem el a legjobb eredményeimet, és több esetben is történelmet írtam igazából így a katásoknak felnőttbe, ugyanis még soha nem volt kint Európa játékokon senki katába, és ez most így a harmadik alkalomra, vagy harmadik nekifutásra sikerült a kvalifikáció, ott pedig 5. lettem, úgyhogy ez megint egy olyan, ami nagyon, nagyon jó előjel, hogy igazából jó úton haladok. A márciusban pedig az Európa bajnoki dobogóról csúsztam le tényleg egy hajszállal, ami azt jelenti, hogy kisebb különbség nem lehetett volna a bronzmérkőzésen. Úgyhogy ezek mind arról tanúskodnak, hogy jó úton haladok, és nagyon dinamikusan fejlődök előre, úgyhogy nem terveztem még kiszállni. Mi dönti el azt, Robi, hogy egy versenyzőből, egy karatésból katás lesz, vagy kumités? Sok minden. Mi azt szoktuk mondani, amikor az első edzésre lejön a gyerkőc 6-7 évesen, hogy nagyjából az edző már látja, hogy mire alkalmasabb igazán a gyermek, és nyilván mi igyekszünk rögtön ebbe az irányba terelni is őket. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a jó mozgás koordinációval megáldott, fegyelmezett, aki így látszólag eminens gyerek, és látszik azt, hogy mindent nagyon-nagyon pontosan végre tud hajtani, és végre is akar hajtani, ezek általában a formagyakorlat irányába terelhetők, és ott így van, ott tudnak jó teljesítményt nyújtani. A másik a küzdelemnél, ott többféle másfajta specializációk kellenek, tehát ott kell az, hogy lássuk azt, hogy mennyire jók a reflexei, tehát vannak fizikai képességek, amelyeknek helyben kell lenni, tehát az időzítésnek, a pontosságnak. De ezen felül van egy plusz dolog, amit mindig hozzá szoktunk tenni, hogy a küzdelemhez kell egyfajta nagyon-nagyon jó értelemű egy csibészség. Ha ez nincs meg a versenyzőben,
akkor inkább formagyakorlatba próbáljuk vinni. Tehát ha egy picit egy ilyen emberi tulajdonságot keresnék a két szakák között, akkor a rendkívüli fegyelmezett gyerkőcöket próbáljuk a formagyakorlat felé, és az elevenebb gyerekeket próbáljuk a küzdelem felé irányítani. Ez a fajta belső habitus biztos, hogy kell mindkettőben ahhoz, hogy eredményesek tudjanak lenni. A mentális oldala az nagyon bonyolult. Egyrészt ugye sokszor azt szokták mondani, hogy az önbizalom az, ami kell. Na de hát igen, hát mitől van önbizalom? Az első fontos talán az, amit 5 évvel ezelőtt léptem meg, hogy én nyitottam Ázsia irányába, és láttam azt, hogy az, amit csinálok, és azok az edzésmódszerek, az a tudás, amit itthon kaphatok, az nem elég ahhoz, hogy elérhessem a céljaimat. Ezért Vietnámba kezdtem először, ott jártam kint, és ott tanultam olyan karatét, ami a japán mozgáshoz és a japánoknak az elképesztő technikai tudásához közelít. És utána nagyon sokat jártam ki Japánba, és végül találtam egy mestert, Sekine Senseit, akivel én folyamatosan készülök online is, és ki is járok hozzá. És így igazából ő teremtette meg nekem azt a fajta technikai előrelépést, amiből kifolyólag már lehetett valós önbizalmam. Ez egy fontos lépcső volt. Emellett pedig hát igazából kerek az életem, hál' Istennek. Nagyon jól meg vagyunk a feleségemmel, nagyon jól érezzük magunkat együtt, és igazából valahol ez a work-life balansz az, amiben én hiszek, és amiatt lesz egy kata is jó a tatamin. Tehát, hogy amellett, hogy rengeteg munka van ebben, minden másnak is össze kell állni ahhoz, hogy ez a gépezet ez úgy működjön. Katás versenyzők edzéseibe nyertünk ma betekintést. Már általad említett világbajnoki 7. helyezett Nagy Botond tart edzést két fiatal versenyzőnek. Róluk mit kell tudni? Két nagyon ügyes lányról van szó. Hát én azt gondolom, hogy ők a jövő bajnokai, már jelen bajnokai is korosztályban, hiszen mindkettőjük a saját korosztályában kvalifikációt megnyerte, és ezáltal a jövő évi grúziai Európa-bajnokságra kvalifikálta magát, tehát ők képviselhetik Magyarországot, a korosztályos Európa-bajnokságot, az egyikük kadett korosztályban, a másikuk junior korosztályban. Hiszem azt, hogy jó eredményeket érhetnek el. Titkon reménykedünk abban, hogy érmet fognak hazahozni. A legnagyobb eredményemnek igazából most jelenleg a kvalifikációt tartom. Emellett 8-szoros országos bajnok vagyok, szóval ezt tartom még eredménynek. És a célom az, hogy jövőben felszabadultan versenyezhessek, most akár a nem sokára a következő Európa-bajnokságon. Februárban lesz az Európa-bajnokság, úgyhogy még ezt az időt kell kihasználnunk arra, hogy maximálisan felkészüljünk. Ugye most február elején lesz Grúziában a korosztályos Európa-bajnokság, amire ugye sikerült kvalifikálnom magamat, és igazából azt is nagyon várom, és nyilván, mint minden sportolónak azért a végső célom az minden versenyen ugye a dobogó vagy a jó helyezés, de emellett talán ami még fontosabb az, hogy sikerüljön kihoznom magamból a legjobbat. És igazából csak azt akarom, hogy amikor lejövök a tatamiról, akkor nem maradjon hiányérzetem a katámmal kapcsolatban. Igazából ők azt az edzéstervet csinálják, amit én. Együtt edzünk, együtt készülünk, támogatjuk egymást, ők is segítenek nekem, én is segítek nekik, és így négyen, mert hogy igazából 3 tanítványom van, 3-ut és katással foglalkozom, így négyen fejlődünk és törünk előre, és hódítjuk a világot. Megtaláltuk azt a összhangot, ahogy mi tudunk dolgozni, és nyilván az edzéshez kell egyfajta szigorúság, de nem hiszem, hogy ez szóval, hogy szerintem pont jó arányban van meg ez a rész, mint az, hogy közösen, együtt, viccesen tudunk dolgozni. Kijavít minket, ez nagyon fontos, hogy javítja mind technikailag, mind pedig nyilván ugye az előadásmód, meg ilyesmire is figyelünk nagyon.
és nagyon sok feladatot talál ki nyilvánvalóan, ami eléggé fontos ahhoz, hogy jól tudjunk teljesíteni, mert hogy nyilván egy kata edzés az nem csak katázásból áll, hanem nagyon fontos más dolgokat is el kell sajátítani ahhoz, hogy jól menjen magán a versenyen. Erőnlétet kell fejleszteni, gyorsaságot kell fejleszteni, illetve ami még nagyon fontos, az az előadásmód. Ebbe beletartozik az elegancia, mind a harciasság és egyéb fontos dolgok is. Mennyire izgultál, mennyire drukkoltál, amikor az edződ a világbajnokságon szerepelt Budapesten? A felkészülési idő az ugye elég hosszadalmas volt, és végig nagyon vártuk az egész kis csapatunk, hogy végre megtörténjen ez a verseny. És nagyjából a felkészülés utolsó hetében már nagyon mindenkiben benne volt a druk, és nagyon vártuk a versenyt természetesen. És az utolsó edzésen összenéztem a csapattársammal, hogy ez egy elképesztő élmény lesz az edzőmnek is, meg nekünk is. Mikor ültünk a szurkolói közegben, hát az a hangulatnak a tetőpontja volt. És elképesztően drukkoltunk neki, és magabiztosak voltunk abban, hogy a legjobbját hozza. Mert láttuk a felkészülést, láttuk a munkát, ami benne volt. Nagyon szurkoltunk, nagyon izgultunk, de leginkább vártuk ezt az egészet, mert tudtuk, hogy jól fog sikerülni neki, és nagyon szorítottunk érte, és nagyon vártuk igazából. És akkor Botond eredménye tehát a jelentős a karate, magyar karate szempontjából is, nem csak az Újpest szempontjából. Abszolút, én nagyon hiszek abban, hogy a formagyakorlatosaink létszáma is meg fog növekedni, és a létszámból adódóan idővel több magas színvonalú formagyakorlatosunk lesz.